Jó napot kívánok, tisztelettel köszöntöm Önöket. Ezen a héten azt gondolom, hogy elég világossá vált mindenki számára, hogy Brüsszel minden eddiginél keményebb, durvább és kevésbé megmagyarázhatatlan érvekkel tűzdelt nyomást gyakorolt Magyarország irányába. Erről a soros jelentésről beszélek, aminek az a leánykori neve, hogy állásfoglalásra irányuló indítvány, és nem csak az a legfurcsább benne, hogy a magyar baloldali EP képviselők is minden kritika nélkül újongva megszavazták, hanem itt a papírnak a tanúsága szerint a megalkotásában egy Péter Niedermüller és egy Benedek Jávor is részt vettek. Azt gondolom, hogy ez egész egyszerűen példanélküli és megmagyarázhatatlan, hogy magyar EP képviselők Magyarország elleni, a magyar emberek elleni, a magyar emberek akarata elleni támadásban ennyire nyíltan és egyértelműen részt kívánnak venni, sőt, ők diktálják a támadásnak az irányát és a tartalmát. Persze van, aki súg nekik, hiszen szoros a soros kapcsolat, és Soros György nem csak nekik sugott, hanem néhány nappal ezelőtt személyesen járt Brüsszelben, és Brüsszelt is nyomás alá helyezte. Ott azért nagyon jól tudjuk, hogy ugye avval kérkedett, hogy ott gyakorlatilag 226 képviselője van, aki szavazni fog az ő érdekeiben, és ráadásul a legmagasabb körökkel pedig ölelkezett hivatalos időben. Régi szép moszkvai, varsói szerződéses KGST-s pillanatokat juttatott az ember eszébe. Most a soros jelentés az elkészült, Magyarország meg is kapta. Ez a támadás egyértelműen megindult az ország ellen. Aztán, bár egy nagyon színes anyagról van szó, hogyha fogalmazhatok így, és egész egyszerűen tragikomikus, tehát tényleg úgy, ahogy a miniszterelnök úr mondja, nem tudja eldönteni az ember, hogy röhögjön az egészen, vagy pedig egész egyszerűen az arcát a kezébe temesse, és úgy sírjon, mert ez elképesztően döbbenetes, de hát azért nagyon kilóg a lóláb, hogy a végső célja ennek pontosan az, illetve azért kapjuk, amiért nem engedjük be az illegális migránsokat. Tehát gyakorlatilag eljutnak odáig, hogy a következőket írják. Egy pár dolgot engedjenek meg, hogy idézzek, nem biztos, hogy mindenki ismeri. Nem kormányzati szervezetek többször is beszámoltak arról, hogy a magyar határól lévő migránsokat rövid úton esetenként kegyetlen és erőszakos bánásmódot alkalmazva visszakényszerítik Szerbiába. Jelentős a kockázata, hogy oda visszaküldött menedékkérők emberi jogai sérülnek, és a sajtóban is megjelent már, de azért ezt érdemes idézni, hogy a terrorizmusért elítélt Ahmed H. ciprusi emberrel kapcsolatban pedig azt írják, hogy ez egy tisztességtelen bírósági eljárás keretében valósult meg, és ezt a ciprusi illetőségű szír állampolgárt 10 éves börtönbüntetésre ítélték pusztán azért, mert feszültségek oldására megafont használt, és 3 tárgyat hajított a határőrökre. Ezek önmagukért beszélnek, az illegális migrációval kapcsolatos álláspontunk, a magyarok illegális migrációval kapcsolatos álláspontja miatt kaptuk ezt az egészet a nyakunkba. Persze megspékelik itt még civil szervezetek és emberjogi védők elleni támadásokkal, menedékkérők ide is belekerültek, hogy az ő jogaik rendkívül módon sérülnek, a népszabadság bezárása romák jogaival, többek közt a miskolci romák kilakoltatásával, a roma gyerekek oktatáson belüli szegregációjával, LMBTQ-s személyek jogaival. Szóval minden, ami a csövön kifér, az belekerült ebbe a történetbe, és jól látszik, hogy egy ilyen politikai pamfletről, egy nagyon erős politikai támadásról van szó Magyarország ellen. És mondom, tehát a legdurvább, a csimboraszója az egésznek, hogy eljutottak odáig, hogy ez a 2015. szeptember 16-ai röszkei támadás, amely érte Magyarország határát és a magyar
határt és az európai határt, nem csak a magyar szabályok, hanem a nemzetközi szerződések alapján védő magyar határőrizeti szervezeteket, egy terrortámadás, ami érte őket, hiszen betondarabokat, köveket dobáltak, üveget dobáltak felük. Ezt az embert megpróbálják kimosdatni, és megpróbálják az egészet egy negatív eljárásba belehelyezni. Szóval elképesztő. Tehát aki terrorizmus elkövetésével vádoltak, és a bíróság jogerősen elítélte 10 évre, azt mentegetik, azt a védelmükbe veszik. Nyilván egyértelmű, hogy az illegális migránsok pártján állnak, akik ezt az egészet megszövegezték, elfogadták, illetve tolba mondták. Egyetlen egy céljuk van, és ezt is kimondják. Tehát a végén nem kertelnek azért. Sok minden, még egyszer mondom, ez egy ilyen zagyvaság. A kommunista kiáltvány az utolsó, amit ilyet olvastam. De azért a végén világosan kimondják, hogy felhívja ugyanakkor a magyar kormányt, hogy helyezze hatályon kívül a határőrizeti területen lefolytatott eljárás szigorításával kapcsolatos egyes törvények és a menedékjogi törvény módosításáról szóló törvényt, a felsőoktatási törvény módosításáról szóló törvényt, valamint, és ez mindent még egyszer mondom összefog, vonja vissza a külföldről támogatott szervezetek átláthatóságáról szóló törvény javaslatot. Ugye ez egész abban az illegális migrációs keretbe van, aminek az a lényege, és ezt is kimondja a jelentés, hogy a teljes jogi és műszaki határzárat fel kell számolnia Magyarországnak, és be kell engednie, úgy, ahogy Soros György döntött, évi 1 millió illegális migránst. És majd az 1 millió illegális migránsból majd valamilyen döntés alapján lesznek legális migránsok. Még egyébként az is benne szerepel, amit október 2-án a magyarok eldöntöttek 98,36%-os többséggel, ugye 3.362.224 ember szavazott egybe abba az irányba, hogy ide ne lehessen visszatoloncolni, ne lehessen bizonyos kvóták alapján visszatoloncolni illegális migránsokat. Saját magunk akarjuk meghatározni, hogy kikkel élünk együtt. Nos, tehát erről szól ez a jelentés. Egyértelmű célja, még egyszer mondom, hogy Magyarország változtassa meg hozzáállását az illegális migrációhoz, a migrációhoz. Mi ezzel szemben azt mondjuk, hogy nem engedünk ennek a nyomásnak. Magyarország a végsőkig ki fog tartani, Magyarország összefog a magyar emberekkel, és Magyarországon első az ország szuverenitása és a magyar emberek biztonsága. Köszönöm, hogy itt voltak.